Kedves barátaink! Abban a reményben nyújtjuk át önöknek a kabaré irodalom újabb gyöngyszemeit, hogy ez idáig nem okoztunk csalódást, és sikerült néhány derűs perccel felettetni gondjaikat. Karinthy Frigyes, akit az irodalomtörténet szívesen emleget fenegyerekként, erről majd későbbekben még szó lesz, így ír a műfajról 1922. júniusában. Ezek kabaré jelenetek. Írtam egyebek közt, vagy százat is, aszerint, hogy egy ötlet, az igazgató szeszélye, vagy egy hézag a műsorban megkívánta. Magát a műfajt itt Pesten találtuk fel, apró diológusok voltak eleinte, vicces beszédek, akármilyen aktuális témára. Magam valami egyebet próbáltam, öntudatlanul meghatároztam a kereteket, és az eredmény igazolta feltevéseimet, hogy ez valami különleges kis műfajocska, aminek megvannak a maga különleges belső törvényei. S mint valódi műfaj, független az időszerűségtől, őszintén megmondom, nem hiszem, hogy okvetlenül kapcsolódnia kell a napi eseményekkel. Ami törvényeit illeti. Erre vonatkozóan tömören annyit mondtam egyszer a kabaré igazgatójának, aki hozzászoktatva a nálunk divatos stílhumorhoz aggodalmaskodott. Nincs elég vicc abban a kis tréfában, amit átadtam. Kedves igazgató úr, egy viccet nem lehet viccesen elmondani. A vicc poénje, ötlete, gondolata, filozófiája, jelképe, ha úgy tetszik, akkor csattan csak a végén, ha minél komolyabban és minél szárazabban adom elő. De talán sok ez a néhány szó is. Nem az én dolgom, hogy magamat magyarázzam. Kérem a nézőt, vegye komolyan a jeleneteket, figyeljen rám, aki nem figyeletek magamra, foglalkozzék velem, aki nem érek rá magammal foglalkozni, önmagát pedig bízza rám, és ne tartson semmitől. Nem győzöm.
vége. Szóval... Tűrhető? Kitűnő. Szenzációs. Szerintem ilyen jó novellát a Bütyök óta nem írtál. A Bütyök jobb ennél? Dehogy! A Bütyök más. Hát de miért más? Mert a Bütyök egy kicsit realisztikusabb. Kevésbé hangulatos. Szóval a Bütyök rossz. Dehogy! A Bütyök remek mű, de másképpen remek mű, mint ez. Nekem báj van, és derül. Érdekes. Nekem, amit felolvastam, az volt az érzésem, hogy ez téged nem érdekel. Hát úgy hallgattál, mintha unnád. Mert figyeltem, drágám. Tudod, én nem vagyok az az író feleség, aki azonnal hasra esik attól, amit a férje leír. Én végig hallgatom. Megállapítom, hogy remek mű. És kész. Én csak egyre vagyok kíváncsi, hogy kijött-e belőle, amit mondani akartam. Jött-e? Hát persze, hogy kijött! Hát ki ordított minden sorából. Érdekes, hogy ezek az írók mennyire nem tudják, hogy mit írnak le. Na, ne gondold, hát ez is problémát sikerült, egyszer-kétszer átírom, mert nyers egy kicsit. Ez nyers, Géza? Hát te teljesen meghibbantál. Hát persze, az átírás néha nem árt, de erre csak egyetlen szó illik, a tökély. Szívem, ha ne ragudjon, és nekem ez a feltétlen nélküli rajongás nem csak az önbizalmamat akarod két lábon tartani? Géza, ne hűlj, mert bizisten nem tudok, mit csinálok. Nagyon jól tudod, hogy én tárgyilagos kritikusod vagyok. Hát nem megmondtam a Lótetem című novellázról is, hogy baca? A Lótetem nem is kóra, baca! Jó, hát... Persze voltak benne jó részletek is, de hát nem vagy arra mivel. Tudom mi? Hát, ezt a kínos hitet. Na, miért kínos? Azért megírtam egy félszűvet, amiről te megmondtad, hogy mi a véleményed. Édes Istenem, nem lehet mindenki tehetséges. Én egy ügyes író vagyok, néha ráhibázok, néha nem. A Bütyök sikerült, ez nem. Azért még nem fogok a kurva ugrani. Bár minden írónak ilyen felesége volna, aki a szemébe mondja, hogy tehetségtelen. Kevesebb dilettáns rontaná itt a levegőt. Én nem mondtam, hogy tehetségtelen vagy. Én azt mondtam, hogy remek művet alkottál. Igen? És akkor miért nem nevettél annál a résznél, amikor a Juli néni kergeti a csirkéket? Hogy nem nevettem. Nevettem, de beszélni nevettem. Tudod, ez nem volt egy olyan jelenet, ami hangos röhögésre terelni az olvasót. Ebben báj van, és derül. Szóval nincs benne humor. Köszönöm. Most már igazán szeretném tudni, hogy mi a véleményed erről a kis írásról. De őszintén. Remek mű, Géza. Remek mű, és nem tudom szívni. Ha nem feszül, sem. Na jó, jó. Hát én is tudom, hogy ez sikerült. Csak a kompozícióját érzem kicsit. Lazának, primitívnek. Nem ez a legjobb benne? Hát a kompozíció a legjobb. A kompozíció, a legjobb benne és a lazasága, pontosan a lazasága az, a spontaneitás benyomását kelti a nézőben, hallgatóban. Értem. Most már csak egy dolog szavar. A felolvasás végén te egy könnycseppet töröltél ki a szemedből. Nagyon érdekes ez a volt. Én esküszöm mindenre. Esküszöm mindenre, ami szent. Esküszöm a szerelmünkre, hogy remek művet alkott.
Nem kell! Több mások példa. Van, vagy nincs. Ha!
azt mondja az Olga. Erre vonatkozóan kérdezd meg a Soltészéket, ők egészen más véleménnyel vannak rólatok. Mi rólunk, mondom én csodálkozva, talán rólatok, amik is érthető is, tekintve, hogy az urad még mindig nem fizette ki nekik a szőnyegeket. Az én uram, azt mondja az Olga, azt pedig ki szokta fizetni, nem úgy, mint a te urad. Na hát, Olga, mondom, mit akarsz te az én uram? A te uradról mindenki tudja, hogy nem szeret fizetni. Azt mondja, még mindig jobb, ha nem fizet, mint ha más pénzéből fizet. Ezt hogy értem, mondom? Ezt úgy értem, azt mondja, hogy a te férjedről mindenki tudja, hogy szeret egy kicsit szerethámozni. Na hát, Olga. Ezt már mégsem tűrhetem, hogy így beszélsz az én uramról, aki mégis csak valaki, egy Purzicsán Félix felesége, ne beszéljen így az én uramról, aki valaki, valaki, üvölti az Olga, valaki, a te férjed egy közönséges sikasztó. Mondom neki, a te férjed pedig, mondtam, mosolyogva, egy vizes nyolcas, és ráadásul ronda is. Na, azt mondja, mi azt illeti, én a te férjednél rondábbat nem láttam, de nem ez az ő legnagyobb baja. Na, hát Olga, mondom, ezt már mégsem tűröm tovább, de én sem, mondja, és már rohant kifelé, és még hadonászott, hogy Isten áldjon meg, és ne fáradsz magad délután, mert nem leszek otthon. Hát én még utána kiabáltam, hogy részemről, sokkal nagyobb fáradtságról mondok letekintve, hogy ti az ötödik emeleten laktok a nagyszerű urad jó voltából, de legalább az övé a lakás üvöltötte vissza, nem úgy, mint a te uradé. És elrohant, és becsapta az ajtót. Hát persze. Persze, hogy nem mentem egy hétig. Hát velem nem lehet így beszélni. Hát, igazam is volt. Mert ma reggel feljött, somolyogva, és ünnepélyes arccal kijelentette, hogy igazam volt, és ha akarom, még bocsánat. Mert a serzsruha tényleg el volt szabva egy kicsit. De ehhez a mostanihoz mit szólsz, mondta. Az már más mondtam neki nevetve. Hát ha belátod, hogy tévedtél, akkor én is megmondhatom, hogy ez a mostani. Nagyszerű. Mert ő az igazság,